A szuverenitásvédelmi hivatal vizsgálatot indított az átlátszó ellen, ez évi 4 milliárd forint a költségvetése, miközben a Magyarországra érkező összes külföldi média támogatás az olyan 1-2 milliárd forintra becsülhető. A szuverenitási hivatal elnökének a fizetése az egy kisebb szerkesztőség havi büdzséjével vetekszik. 5 és felett kap. A szuverenitásvédelmi hivatal az tegyben egy orosz mintára megvalósult elképzelés, ahol a nyugati, az uniós, az amerikai befolyástól próbálják megvédeni Magyarországot. Oroszországban ez odáig fajult, hogy bírságoltak, ellehetetlenítettek, bezárattak független újságokat, és több újság, komplett szerkesztőségek elmenekültek az országból. Az elmúlt 2 évben 24 perünk volt itt a fővárosi törvényszéken. Ennek a fele közérdekű adatper volt, másik fele pedig sajtó helyreigazítási per. A közérdekű adatpereink közül egyet veszítettünk el, a sajtó helyreigazítási pereink közül pedig mindegyiket megnyertük. A jogi szolgáltatás az nem olcsó, egy per milliós nagyságrendű költséget jelent a szerkesztőségnek, és az a jogi támogatásnak csak egy része még az átlátszó működésében. Az akkumulátorgyárak környezetszennyezési ügyeit az átlátszó cikkei tárták fel. Mivel a hatóságok minden adatot titkolnak, komoly feltáró munka szükséges ahhoz, hogy kiderítsük ezeket az ügyeket. Ehhez nagyon nagy szükségünk van az olvasóink támogatására is. Enélkül ugyanis nem tudjuk kideríteni az újabb szennyezéseket. Az átlátszó volt az első 6 évvel ezelőtt, aki feltárta, hogy a Paksi atomerőmű túllépi a 30 Celsius fokos vízhőmérsékleti korlátozást. Ezt úgy tudtuk felfedezni, hogy idejöttünk és megmértük. A Paksi atomerőműről vagy Paks 2-ről általában akkor szeretnek írni az újságok, amikor valamilyen nagyobb politikai vagy korrupciós ügyről vagy Putyinról van szó. Mi viszont azt is fontosnak tartjuk, hogy mi történik a Duna élővilágával, mire adott engedélyt a környezetvédelmi hatóság és miért, vagy miért nem vizsgálják felül a kiadott engedélyt, amikor a valóságban már feketén-fehéren kiderült, hogy ami abban le van írva, az a valóságban egyáltalán nem úgy történik. Egy évben 30-40 videóriportot készítünk országszerte sok helyszínen, ami egy költséges műfaj, de mi is szeretjük, és a közönségünk is. Ezeket az anyagokat csak olvasóink támogatásával tudjuk elkészíteni, így ha te is szereted ezeket a sztorikat, akkor támogass te is az átlátszót. Itt vagyunk a szuverenitásvédelmi hivatal előtt. A szuverenitásvédelmi hivatal az Magyarország szuverenitását szeretné megvédeni az átlátszótól, vagy a mi cikkeinktől, ezt én sem értem pontosan. A mi szuverenitásunkat viszont a ti támogatásotok garantálja, és ha ti támogattok minket, akkor velük is meg fogunk birkózni.